A Tamási és környéke Szociális Integrációs Központ decemberi hónapja minden évben mozgalmasabb, mint az év más időszaka, hiszen ez az a hónap, mikor a legtöbb jótékony akció bonyolódik. A hónap elején osztottak szét a rászoruló gyermekek és családjaik részére tartós élelmiszercsomagokat, majd ezt követte a több száz ajándékkal teli cipős doboz célba juttatása. A Tamási Város Önkormányzata által felajánlott cipős dobozoknak is ugyanezt a sorsot szántuk, így a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve központ munkatársai fogják eljuttatni a gyermekek és családjaik részére a cipős dobozokat. A központ is és a szolgálat is több településen lát el feladatot, a szolgálat 19 településen, a Család és Gyermekjóléti Központ pedig az egész Tamási járást felöleli, ami ugye 32 települést jelent. Sajnos azt kell mondjam, hogy rászoruló család sok van, illetve van a rendszerünkben, így megtalálni őket nem lesz annyira nehéz. Akik a mi látóterünkben vannak, illetve a kollégáink ismerik őket, tehát olyan nyilvántartást vezetünk, és egy olyan ismerettség van a háttérben, ami alapján ezt azért a kollégák át tudják gondolni, és meg tudják fontolni. Rendkívül jól esik, akár a tartós élelmiszer csomagok kiosztása kapcsán, akár egy-egy cipős doboz kiosztása kapcsán. Volt már arra példa, hogy szülők, illetve idősek hívtak fel bennünket, és köszönték meg részükre ezt a gesztust tőlünk, illetve nagyon-nagyon sok kolléga jön vissza csillogó szemekkel, hogy mennyire csodálatos érzés úgy átadni egy cipős dobozt egy kisgyermek kezében, és látni azt, hogy mennyire örül az ajándéknak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés, és úgymond így visszajön egy picit a visszacsatolás tőlük. A cipős doboz akcióknak régre visszatekintő múltja van. Angliából indult el a kezdeményezés, azóta pedig a világ számos pontján teret hódított magának, köztük Tamásiban is, az önkormányzatnál is. Ez egy tavalyi akciónak a folytatása. A nagyon népszerű cipős doboz akcióhoz csatlakoztunk mi is, mint Tamási Város Polgármesteri Hivatala és mint önkormányzata. A nálunk dolgozók gyűjtöttek cipős dobozba hátrányos helyzetű gyerekeknek, és a Tamási és környéke Szociális Központra bíztuk ezeket a csomagokat, hogy juttassák el a Tamási és a Tamási környéki rászoruló gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy ebben az időszakban, és ebben az időszakban is egyenesen kötelességünk, hogy segítsünk azokon a családokon, akik rászorulók. Jogilag Tamási kistérség leghátrányosabb helyzetű kistérség. Én azt gondolom, hogy ez a kép már így egy kicsit árnyaltabb. Tamási városára én ezt semmiképpen nem mondanám, de Tamási környékén és a szociális központunkhoz tartozó települések közül van egy néhány, amely valóban még mindig a leghátrányosabb helyzetben van, ahol nagyon sok szociálisan rászorult, szegény család van, és hát nem véletlen, hogy nekik is szeretnénk eljutatni ezeket a cipős dobozokat. A cipős doboz akció egy évtizede érte el hazánkat, akkor még Nyugat-Európából érkezett csomagokat kaptak karácsonyra a Baptista Szeretett Szolgálat közreműködésével az arra rászoruló gyermekek. 2004-ben pedig a Szeretett Szolgálat elindította hazánk első önálló akcióját, amely azóta Tamásiba is eljutott. Tavaly évben hirdettük meg először a cipős doboz akciót, polgármester úr és jegyzőasszony segítségével. Idén is szerettük volna követni ezt a hagyományt, így a polgármesteri hivatal dolgozóival és a Baptista Szeretett Szolgálat jóvoltából összesen 540 darab doboz gyűjtöttünk össze. Tartós élelmiszer, játékok, ruhák, tehát minél változatosabb legyen egy csomag. Édesanyám lelkésznő, és minden évben mezőszülöson is meghirdetjük a cipős doboz akciót, és így próbáltam én is felvenni a kapcsolatot a Baptista Szeretett Szolgálattal. A csomagok tartalmi összeállítása lehetővé tette, hogy az újszülöttektől egészen a fiatal felnőttekig ajándékba részesüljenek a Tamási és környékbeli rászorulók.